Szombaton délután közösségi napot tartottak a Kanizsa Festen. A szórakozás mellett idén kerekasztal beszélgetésekre is sor került, ahol kötetlen beszélgetés formáján ismerhették meg az érdeklődők nem csak magyar kanizsa politikusait, hanem a meghívott magyarországi vendégeket is. Magyar Kanizsa jövője címen indult az első közösségi nap a Vásártéren. A tiszaparti város jövőképéről Fejsztámmel Róbert polgármester, Halász Mónika a Magyar Mozgalom önkormányzati képviselője, és Körmeci Károly volt polgármester beszélgetett a nézőkkel. A folytatásban aktuál politikai kérdéseket boncolgattak a szervezők, többek között Bayer Zsolt újságíróval, aki visszatérő vendége Magyar Kanizsának, és a nemzetépítésben látja a jövőt. Egy jó 4-5 évtizednyi nemzetpusztítás után itt van az ideje a nemzetépítésnek, meg annak az oly sokat hangoztatott határokon átívelő nemzetegyesítésnek. Ez a legfontosabb, amit lehet mondani. És hogyha belegondolunk, hogy akár csak a szerb-magyar viszony honnan jutott el hova, hogy ahhoz képest, hogy honnan indultunk ma, azt mondhatjuk, hogy legalábbis a politikai szinten szinte szívélyes és baráti a két ország kapcsolata. Ez nyilván egyszer is mind megágyaz annak, lehetővé teszi azt, hogy valóban a határ két oldalán élő magyarság soha többet ne tekintsen és ne tekinthessen idegenként egymásra. A szervezők az ilyen jellegű rendezvényeket azért hozták létre, hogy megmozgassák az idősebb, tapasztaltabb korosztályt is. Nem csak szigorú értelembe vett politikáról lesz szó, hanem hétköznapi életről, kulisszatitkokról és egyéb más dologról. Ez egy újdonság, úttörő munka, majd elválik az idő ellenére is. Azért látom, hogy szaporodnak az emberek és jönnek, van érdeklődő. Majd meglátjuk, ez egy ilyen kezdet, és remélhetőleg jövőre még népszerűbb lesz. A közösségi nap záró akkordjaként kötetlen beszélgetés során ismerhették meg az érdeklődők Csallóközi Zoltán, Magyarország miniszterelnök helyettesének főtanácsadója, és Nyilas Mihály tartományi kormányalelnök munkáját.